Második fél idő, én remélem, hogy ez a második fél idő ez legalább olyan békességben, boldogságban és örömben telik. Hát ezért is vagyok itt, hogy ez így legyen, és másokkal is így történjen. Hát egy dalt énekelem, akkor ez ami elsőre eszembe jutott, amikor gondolkodtam, hogy mit is énekeljek itt. Legyen a hó újra fehér, legyen a fű újra zöld, legyen az ég újra kék, öleljen át újra a föld, legyen a szó újra igaz, legyen a szél simogató, jöjjön a tél, után tavasz, legyen a tűz égre futó, legyen a hó újra fehér, legyen a fű újra zöld, legyen az ég újra kék, öleljen át újra a föld, legyen a szó újra igaz, legyen a szél simogató, jöjjön a tél, után tavasz, legyen a tűz égre futó, legyen a hó újra fehér, legyen a fű újra zöld, legyen az ég újra kék, öleljen át újra a föld, legyen a szó újra igaz, legyen a szél simogató, jöjjön a tél, után tavasz, legyen a tűz égre futó. Hey! Hát legyen a szó újra igaz, nem tudom. Van egy nagy mester, aki nem olyan régen eltávozott, sok dalt énekelt, Cseh Tamás. Egyik dalában azt írja, bár a szöveget ugye Bereményi Géza írta, hogy ahol a kő kemény és a vaj puha. Csak egy pici idézet. Tehát ott szeretnénk élni, úgy gondolom ezzel mindenki így van, ahol minden az, aminek látszik. Ma nem ilyen világban élünk. Nagyon kevés dolog az, aminek látszik. És ez nagy baj, mert nem tudunk eligazodni. Nem tudjuk megtalálni a saját létünk ösvényeit. Nagyon nehéz legalábbis. Meg lehet, de nagyon nehéz. Mert nagyon-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 nagyon sok dolog nem az, aminek látszik. Ez olyan mintavilág. De ez ugyanígy van az üzleti életben is, a gazdaságban, az emberek egymás közti kapcsolatában, a politikában, nagyon sok mindenben itt van. Ugye olyan, mintha, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, burkolom a ház falát, vagy valaki burkolja, és akkor ott ilyen csiszolt kis kődarabkák vannak, és úgy néz ki, mintha ilyen nagy kövekből lenne rakva. Most egy nagyon semleges példát mondtam. De minden elkezdett már jó ideje e felé menni, hogy olyan, mintha az lenne, de közben nem az. Nehéz így eligazodnunk. Hát törekedjünk, valahogy próbáljuk kis közösségekben egymást erősítve, egymást lelkesítve, az ilyen alkalmak erejét is használva, felhasználva, továbbvéve, hogy olyan létet próbáljuk megélni, ahol
ahol minden az, aminek látszik. Egyszer régen egy öreg indiánt megkérdeztek, hogy mit szól ahhoz, hogy hát a szerződéseket ugye nem tartották be, a velük kötött szerződéseket, és hát akkor hazudtak nekik. És akkor az öreg elgondolkodott, és hát nem értette ezt a szót, az ő nyelvükön nincs ilyen szó, hogy hazugság. Azt mondja, mi az? Hát amit kimondok, az úgy van. Mi az, hogy valami olyasmit mondok, ami nincs, ez nem fért be a fejébe. Hát ettől a világtól már nagyon eltávolodtunk. Vannak talán még olyan helyek a világon, ahol nem, de mi ugyan itt Európában, vagy nagyon sok helyen, nem csak itt Európában, bizony ettől messze kerültünk. Nem hiszem, hogy ez bárki is akarná. Van egy valami olyan erő, ami visz, és nekünk ez egy kihívás, vagy ez egy feladat, tanítás, de annál jóval több, hogy megpróbáljuk a középpontot megtalálni. Nem elszállni, elhajolni egyik oldal felé sem. Az egyensúlyt, a középpontot. A saját életünkben, az emberi kapcsolatainkban. Hogyha ez a belső pont, ez a belső tartás megvan, akkor tudunk jó döntéseket hozni, akkor tudunk szeretetteljesen, békésen viszonyulni egymáshoz, és akkor talán vissza lehet fordítani, vagy át lehet alakítani ezeket a mintha világ folyamatokat. Mert ami nem igaz, az pillanatok alatt szét tud esni. Hogyha az igazság fénye, mondok most ilyen nagy szavakat, rávilágít, akkor nagyon hamar kiderül, hogy mi az, ami valódi, és mi az, ami nem. Rajta.